augusztus 24. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a csalárdság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Akik új teremtményekké lettek Jézus Krisztusban, azok a lélek gyümölcseit termik. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség mutatkozik életükben. Nem szabják magukat többé korábbi kívánságaikhoz, hanem Isten fiába vetett hitáltal követik az ő nyomdokait, visszatükrözik az ő jellemét, megtisztítják magukat, amiként ő is tiszta. A korábban gyűlölt dolgokat most szeretik, a korábban szeretett dolgokat most gyűlölik. A büszkeség és a magabiztosság szelídséggé, szívbeli alázatossággá változik. Aki egykor hiú és gőgös volt, most komoly és szerény. A részeges józan lesz, a feslet erkölcsű tiszta. A hiú szórakozásokat, a világ divatjának követését feladják. Akik keresztényé válnak, azok nem a külső ékességet keresik, hanem azt az ékességet, amely a szív elrejtett belső emberében, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságában nyilatkozik meg. Mindaddig nincs bizonyossága annak, hogy egy ember valóban megtért, amíg ez a megújulás nem mutatkozik életében. A bűnös akkor lehet bizonyos abban, hogy átment a halálból az életre, ha helyrehozta a kárt, amit okozott, visszaadta azt, amit jogtalanul eltulajdonított, ha megvallotta bűneit, ha szereti Istent és fele barátait.